2013 óta adják át a Családháló díjat, amellyel nyilvános elismerésben részesítik azokat az embereket, akik a gyermekekért, családokért a munkájuk során különösen sokat, kiemelkedőt tettek. Szombaton a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház szülészeti osztálya és a Tulipános óvoda nyugdíjba vonuló Éva nénie vehette át az elismerést. Több évtizede dolgoznak a fehérvári szülészeten a családközpontúság elvei szerint, odafigyelnek a szülésre és az azt követő napokra is. A szülészet nőgyógyászati osztályon 2500 gyermek születését segítik évente. Közel 100 fős az orvosi, nővéri és műtős csapat, ők azok, akik a mindennapokban a biztonságról, a babák és a kismamák körüli teendőkről gondoskodnak az osztályon. A Családhálódíj azoknak a nőknek és családtagjaiknak az elismerését, köszönetét fejezi ki, akik a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórházban szültek vagy született hozzátartozójuk. Nagyon nagy örömmel fogadtuk ezt az elismerést, nagyon boldogok vagyunk mindnyájan, hisz ez az elismerés a munkánknak a gyümölcse, mondhatnám azt, hisz a szülőnők, az újszülöttek, a családokért dolgozunk, és ez a díj az ő szavazatuk alapján született, és ez a legnagyobb elismerés, hisz azt mondhatja, hogy ezek szerint valóban jól dolgozunk. Mi az, ami megkülönbözteti esetleg a többi kórház szülészetétől a székesfehérvárit? Mik azok az erőfeszítések, amiket önök azért tesznek, hogy ez tényleg egy baba barát osztály legyen, és mindenki jól érezze magát ezekben a napokban itt? Hát az osztályunk ma már évtizedek óta a családbarát elvek alapján működő családközpontú szülészet szerint dolgozunk. Ez azt jelenti, hogy folyamatos programokat szervezünk, a szülésre felkészítő programokat a házaspároknak, és a szülőszobán, pedig egy ágy a szülőszobában nagyon kellemes körülmények között szülhetnek az édesanyák, a szülőnök, de nem csak egyedül, hanem a hozzátartozójukkal, a férjükkel. A szülészeti osztályunknak szinte a szülőszobákon 97%-ban már a hozzátartozók, az apukák jelen vannak az újszülöttek születésénél. És a szülőszobánkat úgy rendezünk be, hogy minél kellemesebb, barátságosabb legyen, ha zene szól, aromaterápia van, ha használhatják a meleg relaxációs lehetőségeinket, és bármilyen módon, alternatív módon vajuthatnak, illetve szülhetnek is. A szülés követően még azonnal megkapják az újszülöttet. Az édesanyák a mellükre helyezzük, ezt ugyanis aranyórának nevezzük, azonnal megismerhetik, ez a bőr-bőr kontaktus megteremtődik, megszoptathatják még a szülőszobán, és együtt lehetnek még a szülőszobán is órákon keresztül bent az édesanyjuk az újszülöttekkel. Ezt követően pedig a roomingre szobákba, tehát a szülés követően a gyermekelés időszakban olyan szobákba helyezzük el, ahol folyamatosan a nap 24 órájában együtt lehetnek az édesanyák az újszülötteikkel, bármikor megfürdetetik, tisztába tehetik, illetve igény szerint szoptathatják, betehetik az ágyukba, mire hazamennek a 2-3 nap után a szülészeti osztályról, már családdá formálódnak, és nagyon jól megismerik egymást, és biztonságra tudják a újszülöttek igényeit ellátni, illetve hát a szoptatás is biztosan. És egy valódi család születik itt az osztályunkon. És úgy látom, hogy ez a munka, amit természetesen az egész kollektívának az eredménye, hisz mindenki egységesen ezt a szemlélet szerint működik. 2 évvel ezelőtt megkaptuk a Baba Barát kórház címet, és ez ennek a folytatása tulajdonképpen, az egész szülészeti ellátásunk annyira családbarát és családcentrikus, hogy úgy látjuk, hogy az édesanyáknak megelégedésére javasoltak erre a díjra, és a díjnak az eredménye pedig lett, tehát, hogy minket választottak az év szülészeti osztályának. Nem titok, hogy mi most a díjátadó után beszélgetünk, és az első út ide vezetett az osztályra. Igen, ahogy megkaptuk a díjat Budapesten, egyből jöttünk haza Székesfehérvárra, hogy megosszuk ezt az örömet a munkatársakkal, a szülésznőkkel, az orvosokkal, illetve az új a kismamákkal, hogy most mi vagyunk az szülészete, úgyhogy egyből jöttünk a szülészeti osztályra. Elhangzott már, hogy egy nagy, komoly szakmai tím dolgozik azért, hogy ez ilyen eredményesen működjön. Nagyságrendileg ki mindenkiből áll ez, hány személy, és hova kerül majd most ez a szép elismerő oklevél? Hát mindenkinek évente 2500 szülés zajlik le, és ezért sok munkatársra van szükség. Az osztályunkon jelenleg 30 orvos dolgozik, amúgy 11-en szakorvosi előttek, rezidensek, akik jönnek, hogy megtanulják ezt a szakmát, és szülésznökek, 60-an dolgoznak szülésznök, de ezen kívül műtősnök, műtősfiúk, takarítón személyzet, tehát mint egy 100 ember dolgozik itt az osztályunkon, aki mindennek a munkának, a munkájuknak az eredménye az, hogy ilyen szinten tudunk dolgozni. És én most is így szeretném megköszönni minden munkatársának, kollégának a munkáját, hogy ezt az elismerést megkaptuk, meg én szeretném megköszönni a szülőnőknek, akik szavaztak ránk, hogy szavaztak ránk, és eljöttük ezt az eredményt. A díja kollégáké a szülészet munkatársaié, ők azok, akik nap mint nap tesznek a gyengéd születésért és ápolásért.
Nagyon megható volt, és nagyon nagy elismerés ez a számunkra, hiszen az édesanyák, az újszülöttek és a családok szavazatai alapján lettünk mi jelöltek, és az, hogy díjazottak lettünk, ez pedig még nagyobb elismerés, úgyhogy nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hogy az a mindennapi munka, amit mi végzünk, az ilyen nagy elégedettséggel szolgál a családok részére. Mi az, ami jellemzi a mindennapokat? Azon kívül, hogy nagyon kedvelt a kórház, sok szülés zajlik, mi az, amit önök tesznek azért, hogy ez még inkább baba-barát hely legyen, és az édesanyák is jól érezzék magukat? A szülőszobán biztosítjuk a gyengéd születés feltételeit, hogy minél ingerszegény környezetbe születhessen a baba, halk zene, fél homály, kellemes aroma, ami a kismamák számára oldja a feszültséget, és a kisbabáknál pedig biztosítjuk a korai mellrehelyezést, a bőr-bőr kontaktust, a szemkontaktust a korai szenzitív időszakban, ami nagyon fontos a családdá válás pillanatában az újszülöttnek és a szülőknek egyaránt. Mi az, amit a legtöbben igényelnek? Mi az, amire a legnagyobb szükség van? Mi a tapasztalatuk? A kismamák szeretik, hogyha szabadon vajudhatnak, ők választják meg a testhelyzetet, a vajudási és a szülési pozíciót, és ez nagyon fontos, hogy ne érezzék azt, hogy itt kötöttségben vannak, hanem szabadon belülről, amit éreznek, annak megfelelően tudják végigvinni ezt a folyamatot. Mit jelent az önök számára, hogy ez egy ilyen osztály, és hogy nem csak a díj, hanem a kismamák és a családok visszajelzései is azért folyamatosan elérik önöket? Hát nagyon elégedettek vagyunk, mint ahogy ezt az előbb már említettem, és tényleg ez egy olyan visszajelzés a számunkra, hogy érdemes így folytatni a munkánkat és így dolgozni, mert ez a családok és a szülőnök elégedettségét bizonyítja. Egy üres szülőszobában vagyunk, a fények azok biztosan, hogy kisebbek, amikor itt szülés zajlik. Mi az, ami itt helyet kapott, és mik azok a módok, amiket a kismama itt választhat, hogy azok az órák, amik a vajudással telnek, azért könnyebben teljenek? 4 darab egy-egyes szülőszobánk van, ahol biztosítjuk az intimitást a kismamáknak. Minden szülőszobán található egy 5 pozícióban állítható szülőágy, amit a kismamák saját maguknak is állíthatnak félig ülőhelyzetbe vagy fekvőhelyzetben, ahogy ez számukra kényelmes, illetve az alternatív szülészeti lehetőségek közül van szülőszék, tehát szülhetnek ülve vertikális testhelyzetben a kismamák. A vízben vajudást külön fürdő lehetőség biztosítja. Jelen pillanatban még vízben szülni nem lehet, de a vízrelaxációs jótékony hatását a boxokhoz tartozó zuhanyzóban kihasználjuk, és hát a kismamák ezekben a boxokban teljesen szabadon vajudhatnak, használhatják a fitball labdát, de leginkább függőleges helyzetben a párjukra támaszkodva táncolnak, és hát a szülésznök különböző légzéstechnikákat, relaxációs gyakorlatokat mutatnak, amivel elviselhetőbbé teszik a vajudást óráit a számukra. És a legtöbben élnek is azzal a lehetőséggel, hogy egy családtag, vagy éppen a férjük velük lehet? Igen, igen, nagyon felkészülten jönnek a kismamák, van, akinek már szülési terve is van, tehát tudja az elejétől a végéig a folyamatot, hogy hogyan szeretne szülni. Természetesen mi ezt azoknak is biztosítjuk, akik nem kérik, és tényleg egy csodálatos élmény az édesapáknak a köldökzsinort, hogy átvághatják, illetve ez a korai emlőrehelyezés tényleg egy felejthetetlen pillanat a családok számára. Az ideális táplálék a kisbaba számára az anyatej, az optimális táplálási mód pedig a szoptatás, tehát mi ezt szorgalmazzuk, hogy minél korábban emlőre legyen helyezve az újszülött, ez beindítja a tejelválasztást. Kint az osztályon szoptatási tanácsokat kapnak a védőnőktől, csecsemős nővérektől, és gyakorlatilag ebben a 3 napban, amíg az osztályunkon vannak, kialakul egy olyan szoptatási ritmus, igény szerinti szoptatás a babával, hogy amikor hazamennek, már félelem nélkül bátran tudják a szoptatási technikákat, és szoptatnak minél hosszabb ideig az édesanyák. Családháló díjat nem csak intézmény osztály vehetett át, hanem személy is. Az óvónők országos versenyét idén a székesfehérvári tulipános óvoda 40 év után nyugdíjba vonuló Éva nénie, Németh Istvánné Pál Éva nyerte. Teljesen titokban zajlott, én nem tudtam semmiről, nagyon ügyesek voltak a kolléganőim és a szülők, akik érdemesnek tartottak erre a díjra. Én tettem a dolgom, szerettem a gyerekeket, és megpróbáltam minden energiámmal azon lenni, hogy mivel rám bízzák a szülők a gyermekeiket, a legfeltettebb kincseiket,
Ezért én megpróbáltam nekik avval meghálálni, hogy szerettem őket, gondoskodtam róluk, természetesen a kolléganőimmel együtt, mert nélkülük ez nem sikerült volna, illetve nagyon-nagyon nagy támogatást kapok a családomtól, mert pozitív családi háttér nélkül ezt nem lehet ilyen energiával és ilyen erőkkel végezni. Ezt a munkát. 1979-ben kezdett itt az óvodában, ugye? Egy kicsit mesél a munkásságáról. Igen, 1979-ben végeztem a Vasvári Pál óvónőképző szakközépiskolában, utána ide irányítottak a Tulipános óvodába, ami akkoriban Velinszky lakótelepi óvoda volt. Egy barátságos családias légkörbe kerültem, mindenki szeretettel fogadott, és kolléganőm, Zsuzsika, akivel elkezdtem 79-ben dolgozni, ő akkor ment el éppen szülni, nagy veszteségem volt, mert támaszom volt mindaddig, amíg együtt voltunk, de megpróbáltam eleget tenni ennek a hivatásnak, és én mindenféleképpen óvónéni szerettem volna lenni, és szeretni a gyerekeket is. Dajkálni őket, illetve mindenre felkészíteni, amire szükségük van. Folyamatosan végeztem iskolákat, amit úgy gondoltam, hogy itt tudok hasznosítani. Folyamatosan tevékenykedtem az énekzenemunkaközösségben, a városi szintű énekzenemunkaközösségben. Bemutató foglalkozásokat tartottunk országos, városi és megyei szinten. Itt az óvodában vezettem a komplex művészeti nevelés munkaközösséget, kolléganőimnek az együttműködésével, és közben tettem a dolgom. A gyerekek egyébként visszajárnak, van akinek a sorsáról tud azóta is? Igen, nagyon sokan járnak vissza hozzánk, felnőttként is, sőt, volt olyan apuka, aki a kislányát hozzánk iratta be. Csodálatos kolléganőket kaptam nyugdíjba vonuló társam helyett, akik szintén nagyon nagy együttműködéssel dolgoztak velem, és én is megpróbáltam nekik segíteni bármiben, amiben tudtam. De én nyugdíjba fogok vonulni, mert 40 éve itt vagyok a Tulipános óvodában. 40 éve szeretgethetem a gyerekeket és a kolléganőimet, mert csodálatos kollektívában dolgozhattam. Éva néni családháló díjában nagy szerepe volt a Tulipános óvoda munkatársainak, akik jelölték az elismerésre. Egy anyukával mi már tavaly, amikor láttuk ezt a családháló díjat, hogy lehetőség van jelöltet állítani, mi akkor beszéltük ezt meg, hogy mindenképpen az Évi nénit meg fogjuk lepni, hogy szép nyugdíjba vonulása legyen, és nagyon jól sikerült ez az egész. Az anyuka nagyon imádta Évi nénit, sőt az összes anyuka, aki ide járt, ratta a kisgyermekét, meg az apukák, mindenki. De hát ez látszik is az összefogásból, és ő írt egy nagyon szép méltatást az Évi néniről, és ezt fel kellett küldenünk a családháló honlapjához, felterjeszteni a díjra, és akkor elfogadták, és akkor így lett az Évi jelölt, és utána pedig mindent elkövettünk, hogy meg is nyerje. De minden érdem az övé, mert hogyha nem így dolgozik, és nem így éli itt a mindennapjait az óvodában, akkor biztos, hogy nem nyerte volna meg, ugyanis nagyon sok jelölt volt, majdnem 20 óvónéni, úgyhogy és Pestről is sokan, úgyhogy nekik azért lehetett volna jóval nagyobb támogatottságuk, úgyhogy minden érdem az övé. Kolléganői azt mondták, hogy ön nélkül nem jöhetett volna létre ez a csodálatos dolog. Hát köszönöm szépen, hogy ezt gondolják, igen, nagyon szeretem az Évit, és nagyon szeretek vele együtt dolgozni. 7 évet töltöttünk együtt, ami nagyon boldoggá tette a szombati örömében való részvétel, de most viszont az utolsó pár napunkat töltjük, ami könnyes szemben tudok beszélni, és hát nagyon nehéz lesz az elválásunk. Ez az elismerés méltó lezárása az elmúlt évtizedeknek. Gyerekek sokasága cseperedett az óvónő keze alatt, akik szeretettel visszajárnak hozzá, és saját gyerekeiket is örömmel bízzák rá.